Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Első remete Szent Pálról vesszük a mise imádságait, és fölajánljuk élő Ildikóért és családjáért. A Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Isten, és nektek testvéreim, hogy sokszor és gondolattal, szóval, cselekedettel és mozgással. Én védkem, kérjezem Téged a boldogságos, mindenhol szeretőtelen szűz mágyát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életen, Úrunkhoz az Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, Te remete Szent Pálnak a magányban erőt adtál arra, hogy a szegény és alázatos Krisztust kövesse, mint halálig. Közbeni járására add meg nekünk is, hogy hivatásunkban hűségesek legyünk, és eljussunk arra a tökéletességre, amelyet egyszülött fiadban állítottál elénk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Szent lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Krisztus egy új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetségben elkövetett bűnök eltörléséért el kell szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget. Krisztus nem kézzel épített szentélybe lépett be, amely a valódinak csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy most az Isten előtt közben járjon értünk.
nem azért lépett be a szentélybe, hogy többször áldozza föl önmagát, mint ahogyan az ószövetségi főpap évről évvel belép idegen vérrel a szentély legszentebb részébe, a szentek szentjébe. Hiszen akkor többször is szenvednie kellett volna a világ kezdete óta. Így azonban most, amikor elérkezett az idők teljessége, és egyszer s mindenkorra megjelent, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Amint az ember számára elhatározott, hogy egyszer halljon meg, és utána az ítélet következzék, úgy Krisztus is csak egyszer áldozta fel magát, hogy sokakat bűnét elvegye. Másodszor már nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítésére, akik várják eljövetelét. Ez az Isten igéje. Legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek Kafarnaumba, és azt híresztelték Jézusról, Belzebub szállta meg.
és a gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk. Hogyan űzhetnék ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiát, ha csak előbb meg nem kötözi az erőset. Így viszont már kirabolhatja a házát. Bizony mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a szent lelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli. Azért mondta mindezt Jézus, mert azt terjesztették, megszállta a tisztátalan lélek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, folytatjuk a szombaton elkezdett két bekezdésnek a felolvasását a mai szentmisében. Holnap is még ebből a két bekezdésből lesz felolvasva az evangéliumi szakasz, de holnap már lezárjuk tulajdonképpen. Ennek a két bekezdésnek a fő mondani valója az, hogy az egyik, hogy Jézus tettei isteni eredetűek, a másik pedig maga az összefogás, arról majd holnap egy kicsit többet. Szombaton a farizeusok vágyáról szóló bekezdés első két versét olvastuk, mint ahogy említettem, amelyről az írástudók, amely arról tudósított, hogy Jézus hazament, nagy tömeg vette őt körül, és a rokonai elindultak, hogy begyűjtsék őt, mert rossz szándékú emberek azt terjesztették, azt híresztelték róla, hogy megzavarodott. Jeruzsálemből érkező írástudók Jézus zavarodottságát ördögtől való megszállottságnak mondták. Jézus a vádakat határozottan visszautasítja, sőt, magyarázatot csatol hozzá, és felhívja a vádlók figyelmét, hogy állításuk tulajdonképpen logikailag sem állja meg a helyét. Ezt követően rávilágít a bűnökre, melyet éppen most követnek el ezek a vádlók. Határozottan elutasítják a Szentlélek figyelmeztetését, felszólítását. Korábban ugyanis már keresztelő Szent János is figyelmeztette őket és felszólította. Tartsatok bűnbánatot! Illetve Jézus által meghirdetett programban is ezt olvastuk, ezt hallhatták ők maguk is. Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban. Nincs az a bűn, amely természete szerint megbocsáthatatlan lenne. De nem bocsátatik meg az a bűn, amely elzárja magát az Isten irgalmas szeretetétől, a Szentlélek vezetésétől, aki a bűnbánatra indít, és az Atyával való kapcsolat rendezésére Jézus Krisztus által. Jézus szavai már az ellene ármánykodókra mutatnak. A megváltás művét a gonosz cselekedeteinek tulajdonítani átlép minden határt. Isten cselekedetét az istentelenség győzelmének tartani blaszfémia. Aki így tesz, elutasítja az Istentől jövő megbocsátást, szabadulást. Komoly intés ez számunkra is, hogy a megszentelő kegyelmet ne utasítsuk el, hanem fogadjuk el, mert az bennünket az üdvösségbe segít eljutni. Amen. Kérjük testvéreim, gondviselő mennyei atyánkat, hogy szent hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útjait.
Segíts kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyen. Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára. Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől. Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével róljuk le az irántad való szeretet adóját. Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára Krisztus lélekkel viseljék keresztjüket. Mennyei Atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmed az ember, kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak külséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te remete Szent Pál lelkében a régi ember helyébe saját képedre kialakítottad az újat. Add, hogy mi is lélekben megújulva ajánlhassuk fel ezt az engesztelő áldozatot, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a veletekben. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kivált kép most midőn szent fiad Jézus, szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedete kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével.
Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet. Ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme megváltásunk szent titka. Áldott kérdezzük, Urunk, és kire vagyunk fel támadásodat, amire elmentősz. Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kényszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, s feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozd nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt minnyájunknak, akik az Úr asztalához járulunk, hogy valamennyien papok és hívek, Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel együtt, örömmel és bizakodással járjunk életünk útján, hitet és reményt sugározva magunkból. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békében hunytak el, s légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, remete Szent Pál és Boldog Özséb atyánkkal, és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára, isteni tanítására, így imádkozunk. Mi atyánk, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, is add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a köszöntsétek egymást a békejelével. Legyen békesség közül mindenkor. A mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése válik a szent áldozásban lelkünk. Uram Jézus Krisztus, szentesnöd és örökvételed, Amen.
az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondtam, és megjújj az én lelkem. Bizony mondom nektek, hogy ti, akik mindent elhagytatok, és követtetek engem, százszoros jutalomban részesültök, és megkapjátok az örök életet. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen, tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, hogy mi, akiket ennek a szentségnek ereje táplál, remete Szent Pál példájára téged mindennél jobban keressünk, és ebben a világban az új ember vonásait viseljük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.